Nem vasárnapi napon történt, hanem hétfői napra esett ez a jeles nap, amikor Esze Tamásik Tarpáról megérkeztek, ugye, és arra biztatták a várjakat, hogy bontsák ki a zászlót, ugye Rákóczi zászlaját, és valóban nagyon sokan csatlakoztak a zászlóbontáskor ehhez a mozgalomhoz. Na most én még azért egy kicsit kitérnék, tehát egy kicsit előrébb mennék a történelemben, hogy mi is történik ugye valójában a 18. század kezdetén, vagy egy picit még korábban ugye. Hát tudjuk, hogy a török kiűzése az már 1686-ban elkezdődött, tehát Buda ostromával, amikor is a nemzetközi haderőnek sikerül visszafoglalni Budát. És valójában ez a felszabadítási mozgalom, tehát véget ér, valójában befejeződik a karlócai békével 1699-ben. Természetesen Buda visszafoglalásában is magyar haderők is részt vettek, Tököl Imre, kurucai részt vettek, és így tovább. Tehát arra gondoltak, ugye, hogy valóban megtörténik az ország felszabadítása, és sikerül elérniük ugye, a függetlenségüket. Azonban ez nem így történik. Mégpedig az történik, hogy ezután érzékelhetővé válik a magyarság részéről, hogy szinte nagyobb teher nehezedik rájuk, ugyanis az úgynevezett idézőjelben mondott felszabadító hadsereg, tehát itt főleg a németekre gondolunk, ezek ugye, tehát Magyarországot szinte elfoglalják, és úgy kezelik Magyarországot, mint fegyverrel hódított tartományt, ami egyben azt is jelenti, hogy hatalmas adókat kell fizetni, a német katonaság nagyon sokszor rekvirálásba kezd. Tehát mire elérkezünk az 1600-as évek legvégére, tehát a karlócai béke környéki időkre, ugye, akkor azt látjuk, hogy a magyar emberek, a magyar jobbágyok ugye, kezdenek elégedetlenkedni. Tehát valójában itt érkezünk el a Rákóczi szabadságharc ugye, kezdetéhez, amikor már kezd formálódni, tehát elindulni ez a mozgalom, ugye, és ami valójában 1703-ba teljesedik ki, 1703. május 21-én Tarpán, Váriban, majd 22-én pedig Beregszászban kezdődik el. És ezt láthatjuk Váriban is, tehát ezt a mozgalmat, ugye, ezt a zászlóbontást, amire, mint mezővárja, én nagyon büszke vagyok, hogy valójában ez itt történt meg, és erre minden évben nagyon szívesen emlékezünk, sőt, emlékeznünk is kell, mert nem csak a mát kell néznünk, hanem a jövőt is, tehát az utódokat, az utókornak is átadjuk ezeket a jeles dolgokat, és hogy érezzék, hogy igenis ők magyarok, tehát ezt a területet, ezt a földet, amit nagyapáink, apáink ugye büszkén megtartottak, tehát mi is meg tudjuk tartani a következő 100 vagy akár 1000 évben is.